A repülőtéren történt. A fiatalember éppen leszállt a gépéről, és várta a munkatársát, hogy megegyezésük szerint eljöjjön érte és hazavigye. Mellett állt egy férfi. Fürkésző tekintettel nézte a bejáraton közeledő embereket, amikor kirajzolódott egy hölgynek és két kisgyereknek a sziluettje. Ahogy közeledtek, a kisfiú volt az első, aki felismerte, és odafutott hozzá, mindent figyelmen kívül hagyva. Olyan 8 éves forma lehetett. A férfi lehajolt hozzá, kisfiú pedig a nyakába ugrott, és köszöntötte az apját. A férfi ránézett, és azt mondta, kisfiam, mekkorát nőttél, amióta nem láttalak. Nézzenek oda, kész férfi lett belőled. Azután a kislány következett. Talán 5 éves lehetett. Ő is odajött hozzá, az apa fölemelte, és azt mondta, hát itt van az én kis hercegnőm. Végül a felesége következett. A férfi átkorolta, ránézett, és azt mondta, drágám, úgy hiányoztál, annyira szeretlek. A fiatalember megigézve nézte a képet, és nagyon mélyen a hatása alá került. A férfi közben észrevette, hogy figyelik, és amikor találkozott a tekintetük, a fiatalember megkérdezte tőle, mondja, hány éve házasok? A férfi füligérő mosolyal azt mondta, 10 gyönyörű éve és 3 hónapja. Majd megkérdezte tőle, hogy és mondja, mennyi ideig volt távol? 2 teljes napig. Életem leghosszabb 2 napja volt ez. Majd indulni készült a család, de még egy pillantásra visszafordult a férfi, kezet nyújtott a fiatalembernek, és annyit mondott, viszontlátásra. Kívánom, hogy egyszer önnek is ugyanilyen csodálatos családja legyen, mint az enyém. A férfi földbe gyökerezett lábakkal nézte, ahogyan a család a kijárat felé halad. Közben megérkezett a munkatársa, aki érte jött. Látta, hogy mennyire megigézve néz a kijárat felé, és megkérdezte tőle, te, mondd már, mit nézel? Mire a fiatalember ennyit mondott, a jövőmet. Igen. Nagyon sokan vannak, akik ilyen jövőről álmodnak. Nagyon sokan vannak, akik a jelenben megélik ezt az életet. És olyanok is vannak, és talán ők vannak a legtöbben, akik sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem fogják megtapasztalni, hogy milyen hihetetlenül beteljesítő, inspiráló élmény egy boldog, kiegyensúlyozott házasságban és családban élni. Az ásókap, a nagyharang, a holtomiglan, holtodiglan és hasonló fogadalmak azok már-már elveszni látszanak régmúlt idők kötfelhőiben. Eltolódtak a hangsúlyok, és eltolódtak az értékek. Régen még azt mondták, házastárs. Aztán egyre nagyobb teret hódított magának az új kifejezés, az élettárs. És manapság már tudja, mit mondanak egyre gyakrabban? Életszakasz társ. Életemnek ebben a szakaszában ő a társam, aztán lesz már egy másik szakasza az életemnek, akkor majd valaki más lesz a társam. És mindenki el akarja velünk hitetni, hogy ez a normális. Ez így van rendjén. Közben a hátterekről, a hátoldalakról, az érme másik oldaláról nem beszélnek annyit. Kimutatták szociológiai vizsgálatok, hogy az élettársi kapcsolat 2-től 5-szörte bomlékonyabb a házastársi kapcsolatnál. Arról is nagyon sok kimutatás szól, hogy a házassági válásnak milyen következményei vannak. A gyerekek, akik átélik szüleik válását, gyakran olyan mély lelki károsodásokat szenvednek, amelyek még felnőtt korban is kimutathatók. Azt is megvizsgálták és kiderítették, hogy azok a fiúk, akik csonka családban nőnek fel, sokkal nagyobb esélyekkel indulnak az életben arra, hogy valami törvénybe ütközőt tegyenek felnőtt korban, ami miatt börtönbe kerülnek. Arra is fény derült, hogy a válási árvák sokkal hajlamosabbak az alkohol, a drog és a dohányfogyasztásra. Lehet, hogy mégiscsak újra kellene gondolnunk az értékeinket? Hogy vagyunk ezzel? Hál' Istennek jobb tendenciákat is találunk. Nemzetközi nagyvállalatok személyzeti osztályvezetői elmondják azt, hogyha van 2 30 éves férfi, akinek ugyanolyan minősítése és képesítése van, az egyik családos, a másik nem családos,
akkor inkább választják a családost. Azért, mert a családos stabilitásra törekszik, mert helyzetéből adódóan nem engedi meg magának a könnyelműséget, a nagy változtatásokat. Lehet, hogy mégiscsak jó házasságban, családban élni? A sztárok világában is egyre többen kiállnak a család, a házasság eszménye mellett. Ha Madonnára gondolok, aki a 80-as években még az anyagias lány, Material Girl szerepében is vált ismerti az egész világ előtt, ma kiáll a házasság és a család eszménye mellett, és azt mondja, mindössze 40 évre volt szükségem ahhoz, hogy rendbe szedjem az életemet. Szívspecialisták, vizsgálók azt is elmondják, hogy a család, a házasság milyen hatással van a testi egészségünkre. Azt mondják ezek a kutatók, hogy a 60-as években, a 70-es években a dohányzásra lettek figyelmesek, mint egészségkárosító tényezőre. Aztán felfigyeltek a mozgáshiányra, felfigyeltek a táplálkozásra, mint egészségkárosító tényezőre. Azt mondják, hogy a mai idők legegészségkárosítóbb tényezője a szeretethiány, a kötődés hiánya. Lehet, hogy mégsem vagyunk elveszett emberek, ha hiszünk még a nagy szerelemben, az életen át tartó, boldog, kiegyensúlyozott házasságban? A Biblia ezt a képet tárja elénk. És higgy el, ha Isten mondja, biztosan. Honnan származik a család? A család ötlete egyidős az emberiséggel, mondanom se kell, ha már emberek vannak, akkor családnak is lennie kell. Egészen a teremtésig kell visszamennünk akkor, hogyha a család eredetét, a család és a házasság eredetét meg akarjuk érteni, hiszen a kettőről nem lehet egymástól függetlenül beszélni. Isten a teremtés hetének a 6. napján megteremtette az embert, akkor ez egy férfi volt, és még azon a napon mellé megalkotta a feleségét, a társát. Úgy képzelte el, hogy a két nem egyesülve egy életen át tartó kapcsolatban élje le az életét. Ez az emberi kapcsolat adjon védettséget az emberi életnek, az emberi fajnak a továbbvitelének, és innen származtatjuk a családot, a házasságot. Bibliai szempontból és a hit szemszögéből nézve ennek nagyon nagy jelentősége van. Ugyanis, hogyha ma a 21. században a saját házasságomra és a saját házastársamra gondolok, akkor kimondhatom nyugodtan, bátor szívvel, hogy a házasság és a házastársam Isten ajándéka, és nem a vak véletlenek sorozatának az eredménye. Isten nagyon tudatosan, nagyon megfontoltan és átgondoltan vezette be ezt az intézményt, azért, hogy nekünk ezzel jót tegyen. Honnan tudjuk azt, hogy két ember összeillik, vagy nem? Manapság nagyon sokféle elgondolás létezik arra vonatkozóan, hogy két ember összeillik-e, vagy sem. Általában, hogy ránézésre is jó, hogyha összeillik a két fél, magasságra, ízlésre, öltözködési stílusra, életkorban összeillenek-e. De egy talán még fontosabb kérdés az, amit a Biblia elmond. Isten azért alkotta meg az embert, és itt hangsúlyozva emberről beszél, nem férfiról, nem nőről, hanem a kettő együtt az ember, hogy visszatükrözzék az ő képmását. Ez talán meghatározza azt is, hogy ki a hozzám illő társ, ki az, aki hozzám illik, hiszen hogyha elő tudja hozni belőlem az Isten képűséget, az isteni tulajdonságokat, és hogyha én fordítottan belőle is elő tudom hozni, ha mi együtt, kiegészítve egymást, valamit vissza tudunk Istenből tükrözni, akkor mi összeillő házastársak vagyunk. Ez talán a legfontosabb kritérium az összeillőségnek. Mi az, ami egy házasságot úgymond jól működővé tehet? Ehhez a kérdéshez is vissza kell nyúlnunk az összeillőség kérdéséhez. Ha mi Istent vissza akarjuk tükrözni, akkor nem árt, hogyha némi fogalmat alkotunk magunknak, hogy milyen is Isten, akit mi vissza akarunk tükrözni. Istenről János első levelében egy nagyon rövid, de frappáns definíciót olvashatunk, hogy Isten a szeretet. Istennek nem csak tulajdonsága, hanem a legfőbb lénye a szeretet. Ha tehát a házasságomban, a személyes életemben Isten szeretném visszatükrözni, akkor a szeretetet kell visszatükröznem. És ebben az összefüggésben a házasság az egy életen át tartó iskola, ahol tanulom a legmagasabb rendű
szeretetnek a gyakorlását. Egyébként az is érdekes, hogy a szeretet és szeretet között milyen különbségek vannak. A magyar nyelvben ez annyira nem különül el, de a Bibliában több szó is szerepel a szeretetre. Amikor azt olvassuk, hogy Isten szeret bennünket, akkor itt a görög nyelvben, az Új Szövetség eredeti nyelvében mindig az agapé szót találjuk, ami az önfeláldozó, a kezdeményező, a másikért élő szeretet. Az emberi vonatkozásokban más szavakat használ. Philos például, mint baráti szeretet, vagy erosz, mint ugye a magyar szóban az erotikában is benne van, egy kicsit önző, birtokolni akaró szeretet. Mi a különbség a kettő között? Hogyha egy folyamat ábrával akarnánk fölvázolni, akkor azt mondhatnánk, hogy Istennél a szeretet az mindig a szerető gondolatokkal kezdődik. Isten eldönti, hogy szeretni akar bennünket. A szerető gondolatokból tettek következnek. Ha Isten eldöntötte, hogy szeretni akar bennünket, akkor ebből olyan tettek következnek, amelyekkel bizonyítja azt, hogy tényleg szeret bennünket. Az elfogadásáról biztosít, megbocsát, hogyha valami rosszat teszünk, Jézust adta értünk, ezek mind bizonyítékai, tetleges bizonyítékai a szeretetnek. És amikor a tetteken is túl van, akkor a harmadik lépésben megjelennek a szerető érzelmek. Akkor már a szíve, az érzelme is ráhangolódnak erre. Nálunk embereknél máshogy működik. Mi, ha meglátunk valakit, akkor azonnal elkezdünk érzelmeket táplálni. Szerelme első látásra, szokták erre mondani. Az érzelmekből utána tettek következnek. Amikor a feleségem megtetszett, akkor megpróbáltam kifejezni az érzelmeimet, például egy csokor virággal. A tettekben is megjelent. És aztán valamikor egyszer csak megjelentek a szerető gondolatok. Amikor lefektettem magamnak, amikor döntést hoztam magamban arról, hogy igen, én őt akarom szeretni. Nem mást, őt. Pontosan őt. A folyamat fordított. És nagyon érdekes, hogy ez egy konfliktusban, egy házassági vita helyzetben megjelenik. Hogyha van egy vita közöttünk, akkor ha emberi módon szeretem őt, akkor ugye az érzelmek vannak az első helyen. Ha éppen azt mondta rám, hogy egy keményfejű ember vagyok, vagy lusta, mert nem vagyok hajlandó levinni a szemetet, akkor milyen érzelmeket táplálok? Valószínűleg nem a legrózsásabb érzelmek fognak eluralkodni rajtam, és a tettek ebből következnek. Vagyis még nagyobb ellenállás, még nagyobb bekeményítés következik. És hol vannak ilyenkor a gondolatok? Hát egészen messze. Ha megfordítom, és ezt az isteni mintát követem, és a gondolatok vannak az első helyen, akkor egy konfliktus helyzetben is azt tudom mondani, hogy állj. Én őt választottam. Én őt akartam. Én őt szeretem. Bármi is történjék. Itt vannak a gondolatok az első helyen. Ez adja meg az alaphangját ezután a vitának is. Akkor az érzelmeim is ennek lesznek alárendelve. Lehet, hogy most nem jövünk ki a legjobban egymással, de én őt szeretem. És ez ráhat az érzelmeimre. Elfogadóbb, megértőbb leszek egy vitában. És hol lesznek a tettek? Hát természetes, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy rendezzük a kapcsolatunkat. Ugye említettük azt, hogy a család az legalább két félből áll, a férjből és a feleségből, és természetesen akkor család a család, hogyha vannak gyermekek is. Kinek mi a szerepe a családban? Hogyha a család szerepeiről, a család egészségéről, épségéről beszélünk, akkor nagyon fontos mindig meghatározni azt, hogy a családnak a jó működése az a házasság jó működésén áll vagy bukik. Ha a házasság jó, akkor az egész család jó, akkor a gyerekek is jól érzik magukat ebben a családban. Hadd olvasak erre egy nagyon érdekes bibliai részletet, ahol Pál apostol az Efézusi Levél 5. fejezetében egy nagyon részletes tervet ad arról, hogy kinek mi a szerepe egy jó házasság megélésében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk az ő testének.
A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Nagyon szépen külön választható ebben a felsorolásban, hogy mi a feleség része a jó házasságban, a jó családban, és mi a férnek a része a jó házasságban. Kezdjem talán a számomra kényelmesebbel. Mi a feleség része egy jó házasságban? Hát amit Pál apostol itt mond elsőnek, az eléggé felháborító a mai emancipált világban. Azt mondja, hogy az engedelmesség. Nyilván nem arra kell itt gondolni, hogy a feleség vakon követi a férjének minden utasítását, parancsát, és egy másodrangú szereplője a házasságnak, nem erről van szó. Arról van szó, hogy kiegészíti azt a sémát, azt a mintát, amit a férje megél, amit a férje eléad. Talán, hogyha néhány szinonímát próbálnánk hozni a bibliai szóra, akkor jobban megértenénk. Előzékenység, kedvesség, hűség, méltányosság. Ezeket a szavakat kell itt értenünk. Aztán a szeretet. Hogyan beszéltünk is róla, a szeretetben az a szép, amikor nem pusztán az érzelmekről van szó. Vagy egy vita helyzetben nem nagyon jönnek a szerető érzelmek. Egy döntés áll az elején. Elkötelezés áll benne. És a szeretet az nem csak attól függ, hogy a másik hogyan viselkedik. A szeretet attól függ, hogy én mit döntöttem el magamban a másikkal kapcsolatban. És a tisztelet, harmadikként. A tisztelet azt jelenti, hogy megkülönböztetett figyelemben részesítem azt az embert, aki felé a tiszteletem irányul. A tisztelet az, amikor mindenki előtt igyekszem felemelni őt, jónak feltüntetni. Vigyázok arra, hogy mások mit gondolnak róla. Na most jönnek a férfiak. Férfiaknak sem könnyebb a szerepük. Pál apostol a vezetést emeli ki elsőnek. És a vezetésről ma ugyancsak más elképzeléseink vannak, mint akkoriban. Ma nagyon sokan a vezetésben azt a példát élik elénk, hogy ez a hatalom gyakorlása, ez uralkodást jelent, egyáltalán nem így van valójában. Ha csak a szavakra gondolunk, a miniszter szó, ugye, aki egy vezető manapság, azt jelenti, hogy szolga. Aki miniszteri posztot lát el, az elvileg szolga. Lehet, hogy nem mindig így látjuk. Bibliai értelemben a vezetés szolgálat. És Jézus adta a legnagyobb példát erre. Jézus azt mondta, hogy aki uralkodni akar, annak nem itt van a helye. Itt szolgálatra van szükség. És ugyanígy a férj is szolgálatot lát el. Az egész család akkor tudja betölteni a szerepét, hogyha a férfi a maga vezetői szolgálati pozíciójában hatékonyan, sikeresen végzi a dolgát. Aztán neki is ott van a szeretet. A szeretet megint csak a döntésen alapuló, az elvekre épülő szeretet. És ami nekem nagyon tetszik, a gondoskodás. És erre Pál apostol egy érdekes hasonlatot hoz, úgy gondoskodjon a férj a feleségéről, a családjáról, mint ahogy a maga testéről gondoskodik. Kedves férfi társaim, érdemes itt egy kis